Üdvözlöm Önöket! Ez itt a Harmónia, a Kölcsei Televízió életmód műsora. A következő témákkal készültünk mára. Mi a teendő, ha porckorongsérva diagnózis? Műtét vagy konzervatív terápia? A Harmóniában ennek járunk utána. Magazinunkban a bőrrák kockázati tényezőiről és vizsgálatáról a szakembert kérdeztük, és önismereti tréningre hívom Önöket. A különböző gerincbetegségek ma már népbetegségnek számítanak. A felnőtt lakosság mintegy 80%-a élete során garantáltan találkozik valamilyen fájdalommal a nyaka, a háta vagy a dereka táján. A probléma hátterében mind gyakrabban a porckorongsérv áll. A porckorongsérv témáját egy kicsit távolabbról közelíteni, meg a derékfájás. Tehát a szakorvoshoz forduló betegek nagy százaléka derék, vagy esetleg felső gerinc szakasz, tehát nyaki fájdalom miatt keresi fel a reumatológus. Ez a lakosságnak igen nagy százalékát érinti, sajnos egyre bővül az életkor is, akik szakorvoshoz fordulnak. Nem csak az idősebb korosztályt, hanem a fiatalabbakat, a nehéz fizikai munkát végzők, vagy tartósan ülő munkát végző betegeket érinti a porckorongnak a degeneráció és a következményes derékfájás. A gerincoszlopnak a felépítése az csigolyákból, a csigolyatestekből, a csontos képletekből, illetve a csigolyatestek közötti kocsonyás anyagból, porckorongból áll. Ez az a nevezetes ominózus képlet, ugye, ami a legtöbb problémát tudja okozni. Na most 20 éves kor felett sajnos törvényszerűen elindul egy kopásos, egy degenerálódó folyamat, veszít a porckorong a víztartalmából. Úgy épül fel ez a porckorong, hogy van egy külső rostos gyűrű és egy belső kocsonyás mag. Na most ez a gerinc mozgása során előrehajláskor ez a kocsonyás anyag hátrafelé tolódik el, hátrahajláskor pedig előrefelé. Na most azzal, hogyha a külső rostos gyűrűben kis apró repedések keletkeznek, akkor ez a kocsonyás anyag oda be tud türemkedni, az ott lokalizálódik, tehát rossz helyen van, ezáltal a mozgékonysága és a szabályossága is ugye megváltozik, sőt lapul ennek a porckorongnak a magassága. Ezáltal a felette lévő csigolya és az alatta lévő csigolyatest közötti távolság ugye csökken, lapul, és a csigolyatest hátsó nyúlványai által képzett kisízületeknek is a helyzete egymáshoz megváltozik, eltolódnak egymáshoz képest. Az azokat körülvevő ízületi tok lazábbá válik, a szabályossága megváltozik, és ezáltal hajlamosabbá válik a becsípődésre. Vagy hátra tolódik ez a kocsonyás anyag, és akkor magát a gerincvelő burkát nyomja, vagy pedig oldalra, amikor meg konkrétan az idegszálat. Most attól függően, hogy az idegszálat nyomja-e, milyen mértékben nyomja, okoz tüneteket. Még fontos, hogy ha mi nézzük az anatómiai képleteknek, amit említettem, hogy csontos csatorna, porckorong nyomja az ideggyököt, igazából fájdalmat sokszor nem is ez okoz, hogy ott mi van, tehát a sérv önmagában nem tud fájni, hanem másodlagosan a gerincoszlop mentén elhelyezkedő izomzat megfeszül, tehát a fájdalom miatt egy ilyen reflexes izomfeszesség alakul ki, és ez a feszes izomzat az, amiben nem megfelel ugye a véráltáramlás, panganak a salakanyagok, és egy tartós fájdalmat tart fent. Éppen ezért a kezelések, a konzervatív kezelések ezért nagyon hatásosak, mert pontosan ezt a feszes izomzatot tudják kezelni, tudják lazítani, és ezáltal valamelyest oldani az okot.
A hozzánk forduló derékfájdalom, anyaki fájdalom a forduló betegeknek a legnagyobb félelme általában az szokott lenni, hogy nem-e gerincsér áll a háttérben. Egy egyszerű fizikális vizsgálattal, reumatológiai betegvizsgálattal el lehet azt dönteni, hogy van-e olyan sérv, ami olyan komoly problémát okozhat, hogy további kivizsgálás, képalkotó kivizsgálása van szükség nagy isten műtétre. Fontos megemlíteni azokat a tényezőket, hogy mikor kell azonnal idegsebészhez küldeni a beteget. Van három fenyegető tünet. Az egyik, tehát az önjellegű fájdalom, ami semmivel sem befolyásolható, nagyon nagy erejű fájdalom, éjjel-nappal fennáll a betegnek. Ez önmagában természetes idegsebész mérlegelésével műtét indikáció lehet, illetve két olyan tünet van, ez a bénulás. Ezt a bénulást, ezt nem féloldali bénulásnak kell érteni, mint mondjuk egy agyi korfolyamatnál, hanem ez alsó végtag esetén a lábfejnek leggyakrabban az egyes, az öreg újnak a bénulását jelenti, vagy az izomainak a csökkenését. Ha ez beáll, akkor azonnal műtétre van szükség, illetőleg, hogyha székletvizelettartási zavar jelentkezik hirtelen. Tehát ezek azok a fenyegető tünetek, amikor műteni kell. Egyéb esetekben, ameddig csak van rá lehetőség, ameddig csak a beteg a fájdalmat tolerálni tudja, addig a konzervatív terápia a cél. A leggyakoribb tünet az a derékfájdalom, ami elsősorban mozgásra jelentkezik, innen is lehet nagyban elkülöníteni, mert azért a derékfájdalmaknak 95%-ban mozgásszerű oka van, de azért van egy kisebb százalék, amikor bizony nem. Tehát lehet belgyógyászati, nőgyógyászati, hasüregi oka is, ezt erre mindig tekintettel kell lenni, és körültekintően tényleg ki kell vizsgálni, ki kérdezni a beteget. De a leggyakoribb panasz az maga a fájdalom, ami mozgással összefügg, terhelésre jelentkezik, a gerinc mozgásával összefüggésben, és általában a kiváltó tényező is, vagy egy nehéz tárgyemelését követően, vagy egy rossz mozdulatot követően jelentkezik. Rosszabb esetben, vagy előre haladottabb esetben, vagy egy nem megfelelően elhelyezkedő sér, vagy kidomborodás esetében akár a lábakba is lesugározhat, sőt zsibbadással, hangyamászás szerűjezéssel, bőrnek az érzéketlenségével is együtt járhat, ami a deréktáji kiboltosulás esetében ugye az alsó végtagokat érinti, de a nyaki szakaszon történő kiboltosulás esetében pedig egyik, másik, vagy minden, nagy isten mind a két felkarba kisugázó, ez lehet éles csíkszerű fájdalom, lehet egy kevésbé körülírt, egy diffúz lesugázó fájdalom, és a tünetekből, hogy pontosan mely kézujjakba vagy lábujjakba sugárzik, hol jelentkezik a fájdalom a végtagoknak, melyik felszínén, ebből lehet arra következtetni, hogy pontosan melyik szegmentumban lehet az eltérés. Most a krónikussá váló derékfájdalom, mert általában ugye van egy hirtelen kezdet, ami átmehet egy krónikus derékfájdalomban, abban az esetben, hogyha a kiváltó tényező tartósan fennáll, mint például egy ülőmunka, vagy egy fizikai munkavégzés. Lehet, hogy akut és krónikus szakaszok váltják egymást, van egy állandó derékfájdalom, és egy rossz mozdulatra becsípődéssel ugye van egy akut fájdalom. Kezelést tekintve fontos az, hogy egy hevenyen kezdődő derékfájásról beszélünk, vagy egy év óta fennálló krónikus fájdalomról. Amennyiben egy akut lumbágó jelentkezik, akkor nagyon fontos a gyógyszeres fájdalomcsillapítás. Fel kell oldani azt a fájdalmat, ami reflexes izomvédekezést váltott ki, mert ez egy ördögi körként fennmarad. Ez általában gyógyszeres terápiát jelent, nagyon nagy fájdalom, nagyon nagy kényszertartás esetén esetleg lehet injekciós kezelést adni. Régebben lefektettük a hevenyderékfájós beteget, manapság ez túlhaladott, tehát nem kell lefektetni, mozgásra kell bírni. És amikor lezajlik ez az akut szakasz, utána jöhetnek a kiegészítő kezelések fizikoterápia vagy balneoterápia formájában.
A krónikus derékfájdalmak esetén, akiknek van évek óta visszatérő, terhelésre jelentkező, időszakosan jelentkező derékfájdalma, náluk nincs jelentőség a gyógyszeres terápiának, náluk is lehetnek akut szakaszok, akkor természetesen igen, de amikor egy krónikus fájdalmat kezelünk, akkor mindenképpen a torna az egyik legfontosabb, a gyógytorna, mert azzal is a gerincmenti izomzatra hatunk, nyújtjuk, erősítjük, segítünk a gerincoszlop munkáját, illetőleg a kiegészítő fizikoterápiás, amikor a fizikai energiák felhasználásával, úgy mint az ultrahang, az elektroterápia, lágylézerterápia, ezek a leggyakoribbak, illetve a fürdőkezelés, ahol szintén ugye a gyógyvízbe merülve eleve egy relaxált állapotba kerül, eleve az izomzat lazul, eleve lehetőség van arra, hogy ahogy oldódik ez az izomzat, az általa átfúrt idegszál fel szabadul a nyomás alól, és azonnal csökkennek a betegeknek a panaszai, illetve ha természetes gyógytényezőket felsorolhatnám, akkor a gyógyvízen kívül ugye az iszappakolás, a súlyfürdőkezelés, ahol szintén egy húzó erőt fejtünk ki a gerincoszlopra, ezáltal a csigolyatesteket, ahogy távolítjuk, lehetősége van a köztes porckorongnak egy kicsit visszarendeződni az eredeti helyére. Van a szénsavas fürdő, van a víz alatti sugármasszázs kezelés, nagyon sokak által kedvelt az orvosi gyógymasszázs, illetve a víz alatti csoportos torna, ami megint a száraz tornával szemben előnyt jelent, hogy az idősebbek a víz felhajtó ereje által ugye csökken a testtömeg, könnyebben mozognak a vízben, jobban mobilizálhatóak, meg eleve a víznek a gyógy hatása is érvényesül. Hát ezek a leggyakoribbak, illetőleg a leghatásosabbnak gondolom, hogy a kettőt ötvözni, tehát a fizikoterápia és a fürdőkezelés ötvözése az, ami a legeffektívebb módszer. Amennyiben túl van a beteg egy ilyen derékfájdalmas perióduson, esetleg felvette a kezeléseket, kikúráltuk közösen, sikeresen, akkor ezt nem lehet elfelejteni, ezt folyamatosan karbantartásképpen szoktam is javasolni a betegeknek, hogy megelőzésképpen nem megvárni, hogy lerobbanjon, hogy nagyon fájjon, hogy lesugázó panasza legyen, hanem ciklusszerűen, ciklusosan felvenni ezeket a kezeléseket. Azért szeretem a száraz tornát ajánlani a betegeknek, mert azt, hogyha megtanulja, akkor azt haza tudja vinni. Tehát az nincs feltételekhez kötve, az nem kell eljárni, ez bármikor, ha fájdalma van, akkor megcsinálja ezt a pár nyújtó gyakorlatot, garantáltan csökkenni fognak a panaszai. Illetőleg a fiataloknak, akinek még nem volt derékfájdalma, őnekik pedig üzenném azt, hogy megelőzésképpen a mozgásszegény életmódot kiváltani azzal, hogy mozogni, sportolni, a gerinctornát elsajátítani és rendszeresen csinálni, ugyanis a muszáj, tehát a gerincnek, meg mindenféle ízületünknek a természetes mozgása az olyan szinten lecsökkent a mai világban, hogy ezért van az, hogy minél egyre fiatalabb életkorban érinti a pácienseket az, hogy nyaka fáj, dereka fáj, végtag és zsibbadnak, és ez azért az életminőséget nagyban befolyásolja. Az utóbbi években az egész világon és Magyarországon is növekedett a bőrrákos megbetegedések száma. A korai diagnózis a melanóma esetében is nagyban növeli a gyógyulás esélyeit. A régi évtizedekben talán az emberek jobban elfogadták a természetes bőrüket, a megjelenésüket, az önelfogadás könnyebb volt. Ennek vannak előnyei, de az utóbbi évtizedekben egyre racionálisabban gondolkodnak az emberek, ennek meg az az előnye, hogy tudatosabban figyelünk a testünkre. A bőrünk ugye az első immunszerv, amivel találkozik a külvilág, és egyre jobban fókuszálunk a bőrünk állapotára. Az utóbbi 25 évben
talán felgyorsult ez a folyamat, és a makulátlan, tökéletes, egészséges bőre koncentrálnak az emberek, ezért a tudomány is próbálta követni, hogy minél több kutatást végezzen a bőrbetegségek irányában. A bőrünk felszínén bármilyen hiba van, színhiba, vagy valamilyen betegség jelenik meg, az sokkal jobban megviseli a pácienseket, mint hogyha belül lenne. Ennyire a külsőségek világában élünk. Ezen belül viszont van egy bizonyos rákfélelem is az emberekben, minnyájunkban benne van. Ez a szorongásos világ, a feszült világ, a stressz helyzet hozza magával, és egyre többen figyelünk arra, hogy nehogy valami baj legyen. Ez az a szervünk, ami kifele látszik, éppen ezért ez a könnyebbség is benne, hogy a bőrbetegségeket egyszerű ránézéssel meg tudjuk állapítani. A bőrgyógyászok tevékenységéhez tartozik az, hogy rákszűrést végeznek. Ezt rendszeresen javasoljuk, ugyanúgy, mint egyéb rákszűréseket. Vannak nagyon gyakori és vannak nagyon ritka ráktípusok. Érdemes ezzel foglalkozni, ugyanis mindkettő nagyon fontos. Háromféle bőrráktípust különböztetünk meg. Ebből a daganatok 80%-a egy nem veszélyes rosszindulatú daganat. Ez a bőrnek a bazál sejtjeiből kiinduló úgynevezett bazalioma, vagy bazálsejtes, vagy alapsejtes karcinóma. Ez egyértelműen az UV-sugárzás és a világos bőrhöz kötött betegség. Ez a 80-as, 90 éveit betöltő öregeknek volt a betegsége, és nagyon érdekes, hogy amióta a szolárium világa betört hozzánk is, annyival több ultraibolya sugárzás éri a fiatalokat, hogy gyakorlatilag a bőre annyi UV-sugarat kap, mint hogyha 80-90 évet élt volna. Nem lesz annyira ráncos, de az oxidatív stressz, ami az UVA és az UVB sugárzásból származik, ezt megkapja a bőr. Egy másik daganatforma, amiről kevesebbet beszélünk, ez a laphámrák. Ez nyálkahártyákon, belső szerveken is előfordul, ezt is fel tudjuk ismerni könnyen. Viszont a melanoma, az amelyik az anyajegyből kiinduló úgynevezett melanociter képződmény, és a melanin sejtek nagyon gyors elfajulásából származhat, ez ritka. Ez a bőrdaganatok 3%-át teszi ki mindössze, viszont ugyanakkor nagyon veszélyes. Éppen ezért mondjuk azt, hogy érdemes a gyakori nem veszélyesre is figyelni, mert azt is állandóan műteni kell, viszont a ritka veszélyesre pont azért, mert nem okoz szubjektív tüneteket. A bőrgyógyászati rákszűréseket felnőtt korba szoktuk javasolni, gyerekkorban ugyanis a növekedési hormonok védenek a ráktól általában. Nyilván vannak családok, ahol halmozódik a daganatos megbetegedés, vagy nagyon világos bőrű az illető, vagy nagyon sok a rizikófaktora, sokféle rizikófaktor van, életmódbeli, meg genetikai is. Tehát ezeket mérlegelve szoktuk korábban is nézni. Nagyon sok szülő megrémül, hogy a gyereke növekedése alatt egyre több anyajegy megjelenik. Ez egy természetes folyamat, hiszen az a bőrfelület el kell, hogy érjen egy 1,5-2 négyzetméter nagyságot, és ami megvan írva, amit örököltünk, az meg fog jelenni előbb-utóbb a bőrünkön. Ez egy természetes növekedés. A növekedés az 20-25 éves korban megáll, szövettanilag 25 éves korban, és utána pedig már nincs olyan erős antioxidáns belső rendszerünk, ami védjen a ráktól, ezért egyre gyakoribb. A 60-as években vezették be a dermatoszkópot, ami egy kézi mikroszkóp, ez 8-10-szeres nagyítással tudta felnagyítani a sejtszerkezetet, ez egy sokkal biztonságosabb, ez egy alapvető vizsgálat, ez már kötelező az európai országokban, viszont ennél sokkal részletesebb, sokkal kiellemzőbb képalkotó módszerek is forgalomba jöttek, ami most a legmodernebb
módszer az a Dermogenius videodermatoszkópos megoldás, hiszen ez ki is értékeli az anyajegyeket, és nyilván kell hozzá az emberi gondolkodás, mint bármilyen labor, vagy egyéb CT, egyéb vizsgálathoz kell az orvosi gondolkodás, mert a gép tévedhet, de nagyon-nagyon nagy segítséget nyújt a korai felismeréshez, és a minél biztonságosabb diagnózishoz. Jogosan teszi fel a páciens a kérdést, hogy akkor mit kell figyelni ezen, hiszen nem fáj, nem viszket. Az anyajegyek ugye nőnek természetes módon is, akinek nagyon sok van, alig tudja követni saját magán. Az nagyon fontos, hogy legalább évente megnézesse magát, hogyha van családi halmozódás, akkor mindenképpen, hogyha van rizikófaktor, mint dohányzás, soknapozás, fehérbőr, akkor, vagy idősebb kor, akkor mindenképpen. És van néhány jel, ami azért utal erre, sokszor nagyon drámaian néz ki. Tehát a széli növekedés, az aszimetria, a színeknek az egyre változatosabb jelenléte, a fekete szín megjelenése, a feszes, lávaszerű terjedés, mint azt szoktuk mondani, mikor a vörösbor kiömlik a terítőre, vagy a tinta, akkor olyan érdekes állábakat terjeszt maga körül, vagy nagyon gyulladt a környéke, tehát mindenképpen szemmel látható jelek jelentkezhetnek, és akkor is még 6 hónapon belül elcsíphető egy ilyen daganat. Ugyanis az anyajegy az nem egyből fog átváltani. Tehát van egy olyan élete, hogy elkezd fajulni, úgy hívjuk diszplázia. És atipusos tünetek jelennek meg, ez lehet egész hosszú idő, és egyszer csak átbillen a melanoma állapotába. A melanoma állapotában azt mondjuk, hogy in situ karcinoma, tehát még a tokjában van, még nem törte ezt át, még akkor is teljesen meggyógyulhatunk belőle. És majd, ha csak áttétet képezett, de az az érdekes, hogy nagyon gyorsan tud áttétet képezni ebből az in situ állapotból, akár 72 óra alatt is, ez nagyon rosszul hangzik, és utána már nagyon rosszak a túlélési esélyek, tehát érdemes ezzel foglalkozni. Inkább fölöslegesen megnézetni, mint nem törődni vele. Mindenkit érnek negatív hatások, traumák élete során. Aztán a feldolgozatlan problémák valamilyen testi-lelki tünet formájában hívják fel magukra a figyelmet. Miközben, ha felismerjük a feladatainkat és lehetőségeinket, sorsunk útján könnyebben járhatunk. Az életvezetés szempontjából nagyon fontos az önismeret. Az önismeret által tudjuk feltérképezni a saját belső valóságunkat. Ugye a saját belső erőnk az, ami által öntudatlanul és tudatosan teremtünk. És ezért nagyon fontos, hogy ismerjük a saját belső irányunkat, ami szerint az életünket tudjuk teremteni. Ugye a saját gondolati káoszokban vagyunk elakadva. Ha tudnánk, hogy mi az, ami segít, akkor azt már egyedül megoldottuk volna. De pont azért, mert a régi paradigmáink és az új paradigmáink káoszában élünk, szükségünk van egy segítőre, aki egy őszinte tiszta tükör, és tud nekünk abban segíteni, hogy merre van a kiárat, merre van a kapcsoló ott a belső terükben. A valódi önismeret útján a legfontosabb dolog, hogy a figyelmet fókuszált önmagadra kell irányítani. Ez az elején nagyon nehéz. És bár bátor utazók lévén haladnak sokan a valódi önismeret útján, de nagyon könnyű elúszni, elveszni a saját gondolati zajokban. És ezért kell egy segítő, aki segít abban, hogy ez a gondolatod a régi, ez az új. Vigyázz, mire gondolsz, mert azt teremted meg. Ugye az életvezetésben nagyon fontos az, hogy vannak céljaink, és a céljainkat el akarjuk érni. Jobban akarok lenni, egészségesebb akarok lenni, boldog párkapcsolatot akarok. De ehhez az úthoz sok pici apró lépés vezet. És hogyha ezen az úton elcsúszunk, félre megyünk, akkor a céljainkat nem tudjuk megvalósítani. És ezért kell egy segítő, hogy ő tudja mutatni, hogy jaj, most rossz irányba mész, most ezt a feladatot kellene megoldanod, most ezzel a problémával kell szembenézned. És ezért kell a segítő, hogy tudjon vezetni ezeket a pici apró lépéseket, hogy ne veszünk el.
Amikor valaki egy adott problémával felkeres egy önismereti trénert, akkor van egy probléma, amit tapasztal. Ezt a problémát elkezdik felderíteni, akár beszélgetés, akár különböző technikák segítségével. Megnézik, hogy ennek a problémának mi lehet az oka, mi lehet a gyökere, hogy a valódi önismeret, amikor befele kezdjük elkeresni. Mondok erre egy konkrét példát, hogyha valaki nagyon fejfájós, és sokat fáj a feje különböző módokon, és hiába szed rá gyógyszert, hiába megy el orvoshoz, nem adnak rá segítséget, nem tudják megmondani, hogy mi mulaszthatna el. Az önismereti tréningen az okozat a fejfájás, és megkeresik az okát, hogy milyen gondolatok, milyen érzések azok, amelyek kiváltják ezt a testi tünetet, hiszen tudjuk, hogy minden fizikai tünetnek valahol ott belül van egy oka. És ezt kell megkeresni, ezt kell kigyomlálni, ezt kell rendbe tenni, és bármennyire is csodálatosan hangzik, tényleg így van, hogyha az okot ott belül rendbe tesszük, akkor az okozat magától meg fog szűnni. Tehát ha rendbe teszem a fejfájás kiváltó okát, akkor el fognak múlni a fejfájásaim. Az önismereti tréningeknek van három nagyon fontos buktatója, amiket érdemes elkerülni, hogyha önismereti trénerhez megyünk. Az egyik és legfontosabb, hogy ne engedjük meg azt senkinek, hogy döntsön helyettünk. Tehát a mi döntésünk az, hogy honnan, hova szeretnénk eljutni. A második legfontosabb dolog, hogy ha azt érezzük, hogy nem vagyunk kontrollálva. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz belső folyamat. És hogyha nem tudunk folyamatosan segítséget kérni az önismereti trénertől, akkor nem biztos, hogy jó irányba megyünk. A harmadik, és talán ez a legfontosabb buktatója, hogy az önismereti tréning egy változással járó folyamat. Egészen biztos, hogy megváltozik az életünk. Tehát mielőtt elmegyek önismereti trénerhez, a döntést meg kell hoznom magamban, hogy felhatalmazzam magamat arra, hogy igent mondok a változásra. Az önismeret lényege, hogy megismerjük saját magunkat, és ezáltal a lehetetlen is lehetségesnek fog tűnni. Amiről most azt gondoljuk, hogy képtelenek vagyunk, azt is képesek leszünk megvalósítani. És ez nem csoda, ez tény. Önök a Kölcsei Televízió életmód műsorát látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!